Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kultúra, civil szervezetek, Városmarketing Bizottság. 6 napi rendi pontot tárgyaltak Szekszárdon. Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Új elnökségi tagot választottak. A kommunizmus áldozatainak emléke. Tények és értelmezések. Vas Albert felolvasónap. Az erdélyi író és költő műveiből idéztek Dombóváron. Szekszárd megyei jogú város közgyűlésének kultúra, civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága ülésezett. A 6 napi rendi pontban tárgyaltak többek között a kiemelkedő művészeti együttesek tavalyi munkáiról, az idei terveikről, továbbá a Babits Mihály Kulturális Központ 2024. évi nagy rendezvényeinek támogatásáról is. A harmadik napi rendi pontban tárgyaltak a Babits Mihály Kulturális Központ 2024. évi nagy rendezvényeinek támogatásáról. Ezen a héten dől el a Szekszárd megyei-jogúváros önkormányzatának 2024-es évi költségvetése, és ezen belül értelemszerűen a kulturális feladatok is előtérbe kerülnek. A Babits Mihály Kulturális Központ, illetve az azt működtető Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. Is elkészítette az éves költségvetési tervét, és ezen belül ugye, amely nagyon sok mindenkit érdekel, a városi nagy rendezvényeknek is a program és költségtervét. Ezt tárgyalta a Kulturális és Civil Bizottság, és hát örömünkre arra tett javaslatot, hogy minél több rendezvény valósulhasson meg ebben az évben városunk. Gazdag rendezvényeket tervezett az intézmény az idei évre. Értelemszerűen látjuk, érezzük, hogy az önkormányzat költségvetése mindig feszes. Mi megpróbálunk maximális módon megfelelni az elvárásoknak, ezúton is nagyon köszönjük a szponzoroknak, támogatóknak, együttműködő partnereknek, hogy reményeink szerint a korábbi évekhez hasonlóan idén is mellettünk állnak, és én azt gondolom, hogy a csütörtöki közgyűlés követően pedig lehet látni, hogy ebben az évben minden bizonnyal nem csak a születi napok és a Szekszári Pünkösdi Fesztivál programjai, hanem egyéb más nagy rendezvényekre is sor kerülhet. Ebben minden önkormányzati képviselőnek is a támogatását örömmel vesszük, és kíváncsian várjuk mi is a csütörtöki döntést. Egyetlen egyesületi vezető nem tudta személyesen előadni az általa képviselt együttes éves munkáját betegsége miatt, melyet írásban fogadtak el. A Kultúra Civil Szervezetek Városmarketing Bizottság nemrégiben tartotta a rendes ülését, bizottság ülését. Sok-sok feladat hárult ránk most ez alkalommal. Minden esztendő legelején meghallgatjuk azokat a szekszárdi kiemelkedő civil szervezeteket, művészeti egyesületeket, akiket a bizottságunk külön is támogatásban részesít. Ez alkalommal az egyik felét hívtuk ide az egyesületeknek, alapítványoknak, művészeti csoportoknak. 9 jelentkeztek be. A támogatás jelentős része a kiemelkedő művészeti tevékenységet folytató együttesek fogják megkapni. A fennmaradó összeget pedig azon civil szervezetek, egyesületek, akik a bizottsághoz folyamodnak támogatásért. A költségvetés közgyűlési tárgyalása csütörtökön lesz. Elmondták, hogy 2023-ban melyek voltak azok a mérföldkövek a művészeti együttesek életében, amelyek fontosak voltak és nagy szerepet játszottak az életükben, amelyek miatt méltán gondolhatunk arra, hogy gyarapodott Szekszárdváros művészeti élete, illetve a benne élők, a szekszárdiak rengeteg élménnyel lehettek gazdagabbak. Természetesen beszéltek arról is, hogy milyen a gazdasági életük, a Kulturális Bizottság részéről mi mindenféleképpen szeretnénk igyekezni támogatni őket ebben az esztendőben is. Jó hír, hál' Istennek, hogy az előző évhez képest jóval több lesz majd a bizottsági keret. Éves szinten 28 millió forintból fog tudni a bizottság gazdálkodni, amennyiben ezt a városvezetés elfogadja holnap után. Február 24-én tartott a Bonyhádon éves közgyűlését a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. A délelőtt 10 órakor kezdődő egésznapos közgyűlésen a szövetség a 11 tagú elnökségébe egy új tagot választott dr. László Eszter személyében, továbbá a jelenlegi elnök Illés Tibor posztjára májusban terveznek új személyt megválasztani. Mai nap közgyűlés volt a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségénél, illetve még tulajdonképpen folyik, és hát általában a közgyűlések ugye nálunk januárban szoktak lenni, de mivel hogy ugye januárban Erdélyben voltunk, Madőfalván, így egy kicsit eltolódott.
és most arra kerül sor, hogy ezt pótoljuk. Tulajdonképpen szokványos mindáltalában a közgyűlések, tehát egyfajta tájékoztatás az elmúlt év programjairól, pénzügyi rész vagy gazdasági évnek az összefoglalása. Az utánpótlásra szeretne a bukovinai székelyek országos szövetsége nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen a fiatalok bevonása nagyon fontos. Néprajzi tábor, ahol egy picit hozzá tudnak nyúlni, meg tudják tapintani. Itt is viszont átgondoltan, ugye, hiszen ugye az idejében szeretnénk mindenképpen egy táncos továbbképzést is, tehát ez fontos számunkra, hogy vezetők is olyanok legyenek, illetve hát a vezető képzés. Az idei évre tervezett gazdag programkínálatból néhányat kiemelve, március 30-án kókonyaszentelés, vagyis a nagyszombati ételszentelés lesz a kismányoki székelyportán. Április 13-án Sebestyén Ádám országos mesemondó verseny Székelyszabaron, április 20-án Szekszárdon borverseny, és augusztus első hétvégén rendezik a bukovinai találkozásokat a Magyarságháza, Bonyhádváros és a bukovinai székelyek országos szövetségének közös szervezésében. Most rövid híreink következnek. Viktima Protektor elismerésben részesült bíró Ilona Mária, rendőr főtörzsőrmester, a Paksi Rendőrkapitányság előadója. A bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából dr. Tuzson Bence, igazságügyi miniszter, és dr. Töreki Sándor, rendőr vezérőrnagy, bűnügyi országos rendőrfőkapitány helyettese adta át a rangos díjat Kaposváron, az áldozatvédelem területén nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként. Oldalára borult egy napraforgott szállító kamion hétfő délután Szekszárdon, az 56-os számú út első kilométerénél. A baleset helyszínére a vármegyeszékely hivatásos tűzoltóit riasztották, akik áramtalanították a tehergépjárművet. Az utat teljes szélességében lezárták a torlaszt okozó jármű, továbbá az útestre szivárgott üzemanyag miatt. A Tolna vármegyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola a harmadik kiállításán Vusin Gibolya festőművész alkotásai láthatók. 12 éve vesz ecsetet a kezébe, festményeit egyedi ábrázolásmód jellemzi, a színekre helyezi a hangsúlyt, valamint egy kiragadott pillanatot, hangulatot illusztrál. Mindegyik képen elrejtett egy macskát, amelynek keresése népszerű a látogatók körében. Még korábban egy jó pár évvel ezelőtt az egyik képemről lemaradt, és akkor szóvá tették ezt a, hát az ismerőseim, hogy hol van, te nem találom a macskát. És akkor jöttem el, hogy elvárják már, hogy macskát tegyek a képre, hogy onnantól kezdve akkor az összes képen. Azt is kijavítottam, amin hiányolták, és akkor azóta mindegyiken van. Katona Csaba történész tartott előadást a kommunizmus áldozatainak emléknapján a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Kollektív bűnösnek minősítettek minden magyarországi németet, mondván, hogy ők náci fasiszták, és ezért el kell innen takarodni. Több mint két évtizede már, hogy megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól február 25-én. Azért ezen a napon, mert 1947-ben ekkor tartóztatták le Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát a szovjet hatóságok, ráadásul jogtalanul, majd hurcolták el és tartották fogva 8 éven át. Katona Csaba Tények és értelmezések címre keresztett előadásában felhívta a figyelmet az áldozat fogalmának képlékenységére. Igazából azt gondolom, hogy egészen addig hatnak ezek a szálak, amíg él egy olyan ember, aki ismert egy olyat, aki ismert egy áldozatot. Nyilván itt a mérték azért különböző, de és amely még egy dolog, ne felejtsük el, hogy a mai napig is vannak kommunista diktatúrák következésképpen. Azért sem szeretem a számháborúsdit ezzel kapcsolatban, mert itt emberéletekről van szó, minden ember élete értékes, egyeni, utánozhatatlan, és sajnos ez a szám ma is növekszik. A történész fontosnak tartja az edukációt, az ismeretterjesztést és a ködös megfogalmazásoktól való tartózkodást. Előadásában a rendelkezésre álló adatok alapján leginkább a miértekre kereste a választ. Két célja van ennek, ugye nyilván a történész legfontosabb feladata, hogy megpróbálja elmondani a rendelkezésre álló források alapján, hogy mi történt, de legfőképpen azt, hogy miért történt, tehát a megértést próbáljuk mindenek előtt előtérbe helyezni, de természetesen ennek van egy olyan szerepe is, hogy edukáció, nevezetesen, hogy soha többet ne történhessen meg hasonló
kapcsolódó dolog. Katona Csaba szerint azért is fontos a megemlékezés, hogy ha már semmi sétálni nem tudjuk a múltat, legalább tisztelettel adózzunk az áldozatok emléke előtt. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Feszültségpanasz elhárítása miatt Faddon és Domboriban is áramszünet várható. Faddon március 11-én 8 órától 12 óráig, Domboriban pedig ugyanazon a napon 11-től 15 óráig lesz kimaradás. Az érintett utcaszakaszok Fadd nagyközség Facebook oldalán tekinthetők meg. A Tolnavár megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakmai tanulmányutat szervez a Szirha Budapest, Közép-Kelet-Európa legjelentősebb nemzetközi élelmiszeripari és hotels, restaurants, cafés szakkiállításának első szakmai napjára 2024. március 5-én a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központba, amelyre várják a Tolnavár megyei érintett vállalkozások delegált képviselőit. A jelentkezési határidőt február 28-áig meghosszabbították. A dombovári rendőrök Csalások a kibertérben címmel tartottak interaktív előadást Kaposszegcsőn. A szakemberek a bűnözők módszereiről és az interneten elkövetett átverések típusairól beszéltek. Ezt követően pedig felhívták a figyelmet a gyanús jelekre, melyekről felismerhető a bűnözők szándéka, valamint arra is, hogy mit tehetünk azért, hogy ne legyünk áldozatok. Vas Albert, erdélyi író és költő műveiből olvastak fel Dombóváron, a Földi István könyvtárban. A megbízható embert még ellensége is tiszteli, mondta nagyapám, mert a megbízható ember a társadalom sziklaköve, amire országot lehet építeni. Jubileumi felolvasó napot rendeztek az irodalmár emlékére. Vas Albert életéről készült előadást is tartottak a megjelenteknek. 20. alkalommal rendezzük Dombóváron a Vas Albert felolvasó maraton, amely már csak nevében maraton, mert ma csak szombat délutánra korlátoztuk a felolvasást, de a kezdeti időkben, amikor másodszor hirdették meg az országos programot, akkor csatlakoztunk mi először, úgyhogy országosan már ez a 21. felolvasó alkalom. A nagymúltú eseményhez sok pozitív élmény társul. Évek óta együtt szervezzük. Eleinte valóban maraton volt, tehát az országos program szerint pénteken este elkezdtük, éjszaka is ment, és szombaton este országos zárással együtt zártunk mi is. De akkor utána, mivel az éjszaka az elég pangó időszak volt, ezért úgy döntöttünk, hogy szombaton reggel kezdjük, és akkor szombaton este zártuk. Délelőtt általában az általános iskolások jöttek felolvasni, meg a középiskolások, délután a felnőttek zömében. A gyerekek számára rajzpályázatot hirdettek. Úgy gondoltuk, hogy sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb lenne ez az egész rendezvény, hogyha az iskolákat is bevonnánk, és a Vas Albertnek az egyik legszebb művét, a Mese az erdőről, azt hirdettük meg, hogy ehhez a meséhez készítsenek rajzokat, és 4 iskola jelentkezett, minden iskola 20-20 rajzot, tehát az volt a limitált, és minden iskolában 4-4 tanulót jutalmaztunk. 80 diák adta be alkotásait, amelyekből több szempont alapján választottak. Kollégáimmal összejöttünk, és akkor hát többen pontoztunk, és akkor aki a legtöbb pontot kapta, azokat fogjuk a mai napon egy kis apró jelképes ajándékkal jutalmazni. A gyerekek rajzait a könyvtárban tekinthetik meg az érdeklődők. Regionális híreink következnek. Nincs bérmegállapodás. Újra sztrájkolnak a buszvezetők Pécsen. Flugos futam. 4. alkalommal szerveztek autós farsangot Balatonlellén. Közelebb hozzák a ferencesek tanításait, közösségét. Megállapodás kötött a rend és az egyetem. Nincs megállapodás, ezért kedden és szerdán sztrájkolnak a sofőrök Pécsen a Tükebusznál. Kevesebb helyi busz indul majd, így többet kell majd várni egyes járatokra. Vita már csak pár ezer forintról szól, de ebben nem akar engedni az önkormányzat.
A többfordulós elhúzódó bérvitára figyelemmel, a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva, a társaság vezérigazgatója saját hatáskörben úgy döntött, hogy a Tükebusz ZRT-nél 2024. január 1-jére visszamenőleges hatállyal bér- és keresetfejlesztést hajt végre. Ez olvasható a Pécsi Tömegközlekedést bonyolító cég közleményében. Ebből kiderül, hogy 18,5%-os alapúra bért adnak a buszvezetőknek. A Szolidaritás Autóbusz Közlekedési Szakszervezet azonban ragaszkodik a 20%-os igényükhöz, mondja az országos elnök. Három évtizedes pályafutásom alatt ilyen nem történt, hogy egy munkáltató zsarolási potenciáját feladja, és egy oldalon végrehajt egy követelésünkhöz közeli bérfejlesztést, mert ezzel nyitva adja azt a kérdést, hogy egész évben a szakszervezet nyomást gyakorolhat egy sztrájk vagy demonstráció bármivel, de főleg sztrájkkal a munkáltatóra. Ugyanis nem írják alá így sem a kollektív szerződést, ami rendelkezik a bérmegállapodásról. Ragaszkodnak a 1,5%-hoz, amiért akár továbbra is sztrájkra is hajlandóak, mondja Dobi István. Az elnök szerint Pécs polgármestere megmakacsolta magát. A polgármester presztízs kérdést csinál ebből az egész bérharcunkból, illetve a kialakult helyzetből nem nagyon tudja megemészteni a korábbi kétnapos sztrájkot, és inkább bevállalja most 2 + 4 napot. Itt alapvetően a munkavállalók fogják most eldönteni, hogy ők is esetleg azt mondják, hogy jó, akkor dakve, mi azért sem engedünk a 21-ből, és nem kell az a 1,5%. Hisz egyik Facebook kommentembe levezettem, hogy ez éves szinten 54 ezer forint, 3 évre előre tekintem el közel 200 ezer forintot vesz ki a zsebükből. Az elnök szerint ezzel azt kockáztatja a polgármester, hogy elhagyják a Pécsi Tükebuszt a sofőrök, illetve a városlakók is megelégelik, hogy a munkabeszüntetések miatt még többet kell várni a járatokra. A Fidesz képviselője szerint teljesíthető lenne a bérkövetelés. Péterfi Attila és a baloldali városvezetés hetek óta nem hajlandó engedni egy 400 forintos béremelés tekintetében, egy bruttó 400 forintos óra béremelés tekintetében a Tükebusz dolgozóinak, miközben van olyan ügyvéd, a polgármesterhez köthető baloldali ügyvédi körből, aki óránként 35 ezer forintot számláz a cégnek. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy egy méltatlan állapot, és az, hogy emiatt kerül veszélybe a pécsi buszközlekedés, az a jelenlegi városvezetés szégyene. A sztrájk törvény alapján az elégséges szolgáltatást biztosítani kell. Így kedden az 1884 járat helyett 1738 járatot indít a Tükebusz, szerdán pedig ugyancsak a munkabeszüntetés miatt az 1884 járatból 521 maradt ki. Ezzel a menetrenddel teljesíti a kötelezettségét a cég. Verdáikat is beöltöztették a farsangolók Balaton-Lellén, ahonnan idén is elstartolt az autós farsang. A programot immár negyedik alkalommal szervezték meg helyi civilek összefogásával. Szerintem azt rakod a középre, légy. Jó. Kipakoltál mindent? Megvan minden? Már kora reggel nagy volt a készülődés a balatonboglári platánstrandon. Idén is összegyűltek az autósok, hogy elbúcsúztassák a telet. Sándor és barátja Bia Torbágyról és Egerből érkeztek a programra. Hát első körben a barátságot építik a klubok között, tehát ugye csomószor, amikor a több klub összefog, akkor úgymond a országos társadalmat jobban képviselik. A legrégebbi jármű a világon. Az ipari forradalomra kell gondolni. A hármas kérdés, igen. A flúgos futam nem csak a beöltözésről szólt. Idén is volt gumbal, aminek lényege, hogy megadott helyszíneken kellett becsekkolniuk a versenyzőknek, amelyek helyszínét verses feladvány árulta el. A helyszíneken természetesen feladatok is várták a sofőröket. Az nyert, aki a leggyorsabban teljesítette azokat. Van, hogy puzzle-t kell kirakni, van, hogy egy tájat kell összerakni, van, hogy egy szobrot kell megkeresni, annak melyik lába van fölemelve, van, hogy egy gyönyörű épületnek a stukkóit kell megszámolni, és ez mind azért van, hogy a környékbeli embereket és ide látogatókat felhívjuk arra, annak a figyelmét, hogy milyen szép dolgok vannak itt a környéken, és mit érdemes megnézni. A szervezők szórakoztatás céljából rendezik meg évről évre az autós farsangot, de emellett a jótékonykodásra is felhívják a figyelmet. Idén a Szemesi Adománybanknak gyűjtöttek.
együttműködési megállapodást kötött a magyarok nagyasszonya Ferences Rendtartomány és a Pécsi Tudományegyetem, melynek alapvető célja az oktatási és a hallgatói szolgáltatások összehangolása. Ez a kollégium Szerafikum épülete Pécsen, a Ferences Rend fenntartásában működik ez az intézmény. A magyarok nagyasszonya Ferences Rendtartomány már a rendszerváltás óta fenntart itt egy egyetemi felsőoktatási kollégiumot, amelynek gyakorlatilag kizárólag a PTE hallgatói, a lakói. Így adta magát ez a helyzet, hogy keressük meg azokat a pontokat, hogy mi a közös metszete az egyetemnek, illetve a kollégiumoknak, ahol erősíteni tudjuk a kapcsolatot a hallgatók javára. Nyilván nekünk is vannak adottságaink, fontos számunkra az, hogy szakkollégiumként meg tudjuk erősíteni a hallgatókat. Ezért most együttműködési megállapodást kötöttek a felsőoktatási intézménnyel. A ferencesek már több évszázada jelen vannak Baranyában is, tudtuk meg az oktatási rektor helyettestől. A ferencesek, azt Szent Ferenc alapítása 13. századtól jelen vannak, sőt, Pécsett is. Nem csak Magyarországon, Pécsett is. Nyilván a hódoltság korában azért picit visszaszorul a szerepük, bár missziókat akkor is tartanak. Az igazi fölvirágzás, ez nagyjából itt a 18. századtól következik be. Lássuk a Ferences templomot, ami egyébként a középkori templom romjain épült föl. Nagyon fontos szerepet játszanak mind a mai napig. A Ferences kollégium Szerafikumban orvostanhallgatók, az egészségügyi kar hallgatói laknak nagy számban, de más szakterületekről is érkeznek ide hallgatók. Nagyon szívesen választják hallgatóink ezt a kollégiumot. Szűk 100 férőhelyet biztosít, és hát azt lehet mondani, hogy teljesen PTS hallgatók töltik meg. És hogy mit kaphatnak itt? Hát egy közösséget. Egy olyan közösséget, ami azt gondolom, hogy a mai értékkavalkáddal teli világunkba megpróbálja őket eligazítani. Befogadást, nyilvánvalóan a ferencesi szellem befogadását próbálják meg átadni. És hát aztán nyilván olyan hátteret próbálnak nyújtani az itt dolgozók, akár tudományos előadásokkal, itt a Ferenc estekre gondolok, amelyek a tudás horizontjukat, ismerethálójukat bővítik. Ahol lelke van a helynek és helye a léleknek, ez jellemző a kollégiumi életre. Ez a közösségi együttlét bővülhet most olyan oktatási, tudományos tartalommal a megállapodás révén, ami az itt lakóknak és az egyetem többi hallgatójának is adhat többlettudást. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Kultúra, civil szervezetek, Városmarketing Bizottság. 6 napi rendi pontot tárgyaltak Szekszárdon. Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Új elnökségi tagot választottak. A kommunizmus áldozatainak emléke. Tények és értelmezések. Vas Albert felolvasónap. Az erdélyi író és költő műveiből idéztek Dombóváron. Szerdán is folytatódik a tavasziasan enyhe időjárás. Továbbra is változó vastagságú felhőzet melletti szűrt napsütés marad a jellemző. Eső nem valószínű. A hőmérséklet is jóval az évszakos átlag fölötti marad. Általában gyenge, változó irányú lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!